Sült fog hagyma illat van gazdag. Szép estét kívánok. Szevasztok. Elázásmentes szép napot. Sziasztok. Sziasztok. Ma a helyzet. Semmi, várjál, egyeztessük óráinkat, Krisztián 40 perce következik. Sziasztok. Jézusom, nem volt itt két adás. Hát két adás, szerintem az három hét. Velem nem történt semmi. Velem nem történt semmi. De hát látjuk, hogy Fodrásznál jártam. Ez nem igaz, hogy semmi nem történt. Fodrásznál. Két adással ezelőtt, Krisztián. Jó van, hát én most találkoztam a jelenséggel. Egy adásból hiányzónak minden arcszőrzet új. Hát velem sem nagyon történt semmi, de úgyis Krisztián mondókájából eszembe jut mindig majd, hogy mibe kell beleszúrni. Krisztián, the floor is yours. Velem se történt túl sok minden, meglepő módon. Már ilyen sokáig nem voltam, de sok minden nem történt. Kereket cseréltem a deszkámon, képzeljétek el. Rászántam magam most, hogy egy jó idő volt, már kezdett hiányozni a deszkázás, úgyhogy bekészítettem mindent, megnéztem kétszer-háromszor az odavágó YouTube videókat, hogy hogyan kell a Van Wheelen kereket cserélni, de hát nagyon ijesztő volt, úgyhogy kellett némi, néhány hétig gyűjtögettem a bátorságot hozzá, de tényleg amikor megjött ez a jó idő, akkor oké, ezt most már megcsinálom, kész, vége. Úgyhogy kereket cseréltem. Csak 3 órát szoptam bele, mire sikerült. Én ilyen fáradt még életemben nem voltam, mint azután. És hát csupa izgalmas dolog történt. Az iroda kurva jó egyébként, mert minden van benne, ami egy kerékcseréhez kell. Egyszerűen zseniális. Ezzel is számoltam, és hogy itt minden a nagynyomású kompresszortól kezdve az összes szerszámon át minden lesz. Egyetlen egy dolog nem volt, mert miért is lenne. Nem tudom, mi a becsületes magyar neve neki, a Beat Breaker nevezetű olmi, ami gyakorlatilag egy olyan karos prés cucc, amivel meg lehet törni a gumiabroncsnak a szélét, ahol a fémteremre rá van cuppanva a belső nélküli guminál. És mert ugye azt, amikor fölteszed, akkor azt a nagy nyomás nyomja rá a felnének a két szélére, és akkor onnantól kezdve ő nem szeretne leülni, mert ilyen baromi erős az oldalfala meg minden. Úgyhogy vannak erős emberek, néztem videókat, vannak erős emberek, akik kézzel ezt így lefeszítik róla. Én nem vagyok olyan erős. Van, akinek van a műhelyében beatbreaker, és akkor csak így szépen lehúzza és lepattintja róla. Olyanom nincsen. Úgyhogy amit lehet csinálni a videók alapján, hogy az ember fog egy erősebb deszkát. Mit nevet? Mesélj, mondja. Végig azon röhögtem, bazdmeg, hogy most mindenki azt képzelje, hogy amikor a gumiabroncsot az autón cserélik, és áll már leengedett helyzetben a gumi, és oldalról benyúlnak, és akkor egy prés azt a, hát egy újnyi vastag acél peremet benyomja. Igen. Most Krisztiánnál arról beszélünk, hogy egy kis, hát kár, hogy nincs kamerátok, itt a Patreonok látják egy ilyen öklömnyi gumiról, le kell préselni, tehát gyakorlatilag 2 darab lécet a két szélére ráraksz, és rátaposol, és így pak, beesik. Gondolja Charlie, igen, nem olyan kicsi egyébként, ez egy ekkora kerék, amiről beszélünk, mégis csak egy gokárt kerék, és erős, mint a nyavaja. Életemben nem láttam még gokárt kereket, sőt, még nem is cseréltünk gokárt kereket, bazd meg. Na nem baj, igen, tehát az oda passzoló YouTube videókon volt, aki bemutatta, hogy kell egy erős deszka, rá kell rakni a két szélére, meg itt sréhen, és akkor rátaposol, és leveri róla. Ilyen nem volt, úgyhogy én ott megpróbáltam mindenfélét csinálni vele, majd eszembe jutott, hogy van nekünk az irodában fánk, mert az ilyen nehéz csomagok alján, azt hiszem, hogy palletnek hívják a hivatalos nevén, hivatalos az neve a raklap. Deszkákból álcsolt. Raklap, ez az, köszönöm, raklap. Köszi. Igen, román, szóval... egyébként jó mondja, Krisztián, mert igen. A románok palettának hívják a raklapot. Angol száz területen meg palett, és ennyi a dolog, úgyhogy találtam néhány ilyen raklapot, fölvittem az egyiket, és akkor azt úgy odaszenvedtem a szélére, és rúgtam, ugráltam rajta, mindent csináltam, és aztán egyszer csak elengedett a rohadék végre valahára, úgyhogy le tudtam szedni a gumit.
És itt kezdődött aztán a feneség, mert hogy ugye nem tudtam, hogy mi ereszt maga a gumiereszt, vagy a szelep. Vagy a szelep szár, maga a szelep. Úgyhogy rendeltem csereszelepet is. Viszont ekkor konstatáltam, hogy igazából ez ott van a felni, azon van egy kis lyuk, és akkor ott van egy nagy buci gumi a belső felén a felninek. Hogyan szedjem le innen? Úgyhogy igen, magamtól jöttem rá, fogtam egy snitzert, és levágtam a belső felületét, kijött, és aztán találtam egy másik videót, amiben a hagyományos autó felminél ugyanezt csinálta valaki, hogy ugyan kell kicserélni, mondom, nagyon jó, hát magamtól kitaláltam. Na de, itt jött az igazi szívás, ugyanis a gumi diszbasznak az átmérője, az új szelepem, az lényegesen szélesebb volt, mint az előzőm. Hogy azt fogom én ezt ide benyomni. Egy ilyen vastag gumit képzel el, amit át kellett volna tolni egy ekkora kis lukon. Nyomkodtam, töszködtem, az Istennek nem akart a helyére menni, és majd kezdtem föladni lélekben, mondom, jó, hát akkor szégyen szembe, itt félre rakom a mindent, amit szerelek, a felnit a motorral a hónom alá csapom, és hétfőn kezdek a gumisnál, hogy tegyenek be nekem egy hogy hívják ott, szelepet, de aztán mondom, jó, van, adok még egy esélyt a YouTube-nak, kerestem még egy másik videót, amiben... Nem azt mutogattam, amiben, nem a szakállat most. Jó, rögök. Bentről kifele, kint megfogni azzal a menetessel, amivel a szelepet betekered, azzal megrántják a helyére, és ennyi. Hát az... Ez volt, amit én még láttam, ami kellett hozzá, hogy ők bemotorolajozták az oldalát, hogy jobban csúszson, én szappanos vizet használtam. Szappanos víz, így van. És lásd csodát, ezzel sikerült berakni, úgyhogy nem tudom, egy ilyen fél órát szenvedtem vele, hogy törtem a fejemet, hogy mi az Isten csinálja ezzel, meg keresgéltem a videókat. És aztán innentől kezdve már sinem volt az egész projekt, mert már csak rá kellett rakni az új kereket, helyére tenni, egy ilyen 55 bárig föltolni, hogy rápattanjon a széle, vagy 55 PSI-ig, bocsánat, 55 bár, az egy kicsit durva lenne. Versenybicón gondoltam is rajta, hogy az döcögős lesz. De minden esetre sikerült. Amikor így készen volt, akkor a Mayernek éreztem magam, mint egy nem úgy, tudom. Úgy mentél körbe a Formlabs-ben, nem tudod, hogy gyerekek, megjött az Alfa hím, kicseréltem egy gumit. Ennyi. Mint az ősember, amikor elejti élete első egész felnőtt mamutját, hogy nem tudom, teljesen odáig voltam tőle. Az új gumi egyébként irgalmatlanul jó, rettenetesen élvezem, egy kicsit íveltebb a profilja oldalt, mint az előzőnek volt, úgyhogy egy kicsit így, amikor ráálltam, szokatlan volt, és így szitált oldalirányba, úgyhogy egy két-három nap kellett, mire azt megszokjam. Hát, hogy mit tudom én, ha megnézted kerekebb szemből, akkor szögletesebb volt az oldala. A réginek. Nem biztos van ennek valami neve. A réginek, igen, ez meg egy kicsit íveltebb. Úgyhogy rendkívül fürgén lehet vele innentől kezdve navigálni, úgyhogy nagyon szépen és könnyen lehet vele fordulni, sokkal jobban, mint az előzővel. Viszont így szitágat, úgyhogy ezt meg kell szerintem annak nem vékonyabb az oldalfala? Ez valami Hushier, vagy valami hasonló kaliber? Mm-hmm. Mert ők direkt ilyen drag autókra való gumikat gyártanak élből, meg versenyautókra is, és ott olyan puha az oldalfal, hogy gyakorlatilag, mikor elforog a kerék, akkor lehet látni, hogy a forgatónyomatékot az a gumi dolgozza el, olyan vékony, aha, mint a papír. Tehát azért gondolnám, hogy talán így kanyarodni azért könnyebb vele, mert meg ugye azért látszik ballonosabbnak oldalról, mert vékonyabb maga a vulkanizált profil oldalnézetből, ezért jobban... Lehetséges. Minden esetre sokkal jobban szeret oldalirányba dőlni, úgyhogy mondom, ahhoz kellett egy pár nap, hogy megszokjam, hogy jobban kell stabilizálni oldalirányba, mint úgy egyébként, de iszonyat jó, úgy megy, mint az állat, nagyon halk, elképesztő élmény, nagyon, nagyon jó, úgyhogy nagyon boldog vagyok tőle, úgyhogy én fölkészültem a tavaszra, 100%-ig pont most, hogy elbaszódott megint az idő, de se baj, lesz itt még tavasz. Ez volt az egyik nagy élményem, ami volt a másik nagy élmény, az meg előző szombaton megtartottam az első mini festő workshopomat a kollégáknak, képzeljétek el. 6 fő helyett ugyan végül csak 4-en tudtak eljönni, de végig toltuk azt a 6 órát, amit rászántunk.
nagyon tanulságos volt, úgyhogy a második alkalom már egy kicsit másmilyen lesz, leszűrtem a konklúziókat, vagy egy kicsit túl sok információt próbáltam bele sűríteni ebbe az egy sessionbe, de elvileg élvezték a srácok, megtanultak mindenféle izgalmas dolgot, az alapozás rejtelmeit, hogyan kell nedves palettát építeni, hogyan kell az akrilfestéket kezelni, meg az ecsetet, meg ilyesmit, aztán... Már megint csak közbe kell szóljak. Én tudom, miért az a két ember az miért hiányzott igazából. Na miért? Várták a vendégelőadót, Fifikát, ugye, a Disperzit rejtelmei című mini sessionjével. Csak nem arra mutogatsz, amelyre hát a Fifika nekem van. Én mondtam annak a pár embernek, hogy figyelj ide, ezt a 6 órát, ezt le tudjuk ám 5 percre szűkíteni, csak egy Disperzites vödör kell hozzá. Kösz, hogy szóltál egyébként, mert csatlakoztam volna mondjuk 5-nek akkor a sessionödre, de így akkor off a téma, ez biztos csak ilyen nagyon insider formlapses dolog. Ahova. Látod, erre nem is gondoltam, hát ilyen valakinek a valakije, tehát plusz egy főt lehetett hozni, úgyhogy te lehettél volna plusz egy főn, sajnos nem jutott időbe eszembe. Még egy kicsit örültem is neki, mert azért 6 fővel nehezebb zsonglőrködni, mint 4 fővel, úgyhogy gondoltam, ez így ideális lesz, hogy végül is csak 4-en vagyunk a holmira, de nem jutott. Figyelj, majd nekünk külön tart. De lesz még alkalom, Charlie, most, hogy így mondtad, szólni fogok, hogyha lesz meg. Csinálok neked most ilyen ezért, ilyen mókát, én is tudok így virgázni, hopp! Nézd oda, mi van a kamera. Olyan kiállhatatlan vagy ma, Charles, hogy az valami egészen elképesztő. Minden esetre 2 hét múlva lesz a következő, mert hogy 12 jelentkező volt eredetileg, és annyival embert nem tudok lekezelni egyszerre. Úgyhogy 2 etapba, 2 pontot csináljuk, 2 hét múlva lesz a következő. Jajon. Ha netán valaki lemondja, akkor most majd szólok. Hát ez nagyon menő. Úgyhogy ennyi, meg rá kellett, hogy jöjjek, hogy kicsit gyakorolnom kellett volna, mert nem úgy sikerült a festésem, mint ahogy azt én elképzeltem, úgyhogy még gyakorolnom kell sokat. Túl sok bőr volt azon a Lara Croft homás figurán, kevés ruha és sok bőrfelület volt, és az rengeteg időt elvitt. És... Krisztián modell, makett, nem tudom, makett inkább, mint modell. Dolgára jutott eszembe, hogy valamelyik nap így elborult az agyam. Biztos láttátok, mert nem tudom, hogy nektek följön-e, de Warburg modellt lehet venni újságban. Te idegesíts ezzel. Ez mindig fölkúrja az agyam. Na mondjad, majd utána. De hogy az enyémet is érted, mert így néztem, mondom, tök jó, meg jó nagy, tehát ilyen 1-10 lehet, vagy még 1-8, nem nagy. Tudom, tehát ilyen kurva nagy, full fame, első szám, 750 forint. Tippeljék, Krisztián, meg Kocsárli, te lehet, hogy tudod. Tippeljék, Krisztián, hogy hány számból lehet kirakni az egy darab Warburgot? 50? 140. Mi van? Nem ez benne a mókás, hanem... Mindegyik újságot küldenek egy kis fémlemez darabot? Igen, vagy egy kipufogót, vagy valami. De hogy, ez nem is tudom melyik, Clementoni talán? Ők terveznek. Nem. Mindegy, ők rendszeresen terveznek ilyeneket, és mennyi volt itt a kezdő? 750, és aztán 1750. Úgy bizony, és múltkor ezt valaki kiszámolta, mert a csuklós ikaruszt is lehetett, és hogy ha megvan a komplet set, akkor egy ilyen az a 250 000 forintból van egy csuklós ikarusz buszod. Tehát, hogy ennyit nem ér. Kitalálták ezt rendesen, igen, mert menet közben nem... De Agostini. Igen. Jaj, tényleg azoknak volt ilyen Marvel figurás, hogy hívják el is korábban. Ó, minden, R2D2, amit szeretné, érted. De úgy fölhúztam rajta maga, mondom, biztos egy ilyen 20-30 lapszám, érted, még az ember így. 140, baszki. Igen, és képzeld el, hogyha véletlenül mondjuk elmész nyaralni, és kimarad egy lapszám. És valami fontos alkatrész van benne. Mondjuk igen, mert egyébként drógerek, hogy bereklámozzák valami, mit tudom is, az alvázzal, vagy tököm tudja, és aztán az egyik csomagban egy kis tükörnek a lapja, mondjuk, ennyi, nem több. Ilyen alkatrész mennyiségeket képzelje. Ja, pláne annál a nagy busznál. Tehát tényleg tök jó, hogy forog a kormány, meg kerekek, meg az anyám kínja, de ennyi pénzért.
De hát van nyomtatótok, nyomtassatok magatoknak. Hát neked nem kell. Hát ezzel gondolhatod. Neked nem kell, köszönöm. De hát, hogy ennyi már nyomta, 240-250 ezer forint, ne viccelj, már nyomtatót veszel, nem buszt. És azt nyomtatsz, amit akarsz. Jut eszembe, hogy mi történt veled. Akciós volt a 3DJ-ken, a 3DJ-k saját termék palettája, úgyhogy rendelnem kellett megint filamentet. Jó áron, mínusz 20% volt, és azért is kellett rendelnem, mert a PETG-t ugye neked elküldtem, úgy díleltünk, hogy te vetted meg a fehéret. Így és van. És közben meg itt a fotostúdióban, ahova beinformatikázom magam, ott igen, úgy indult, hogy hálózatmodernizáció kéne otthon, mert nincs otthon net. Jó mondom. Vegyünk ezért egy jó erős közepes kategóriát. Unify, a UDM Pro, nem lesz az sok. Dehogy lesz sok, az sose sok. És megrendeltük, ugye ez rack, minden rack. Vegyünk egy 8-ast, veszünk hozzá PoE injektort, 2 AP-t, anyám kínja, kicsit fájdalmas az összeg, de mindegy, hát egyszer kell megvenni. Mire hazaért a csomag, addigra kitalálta, hogy ez nem fog beférni. A gyerek szobában van minden kábel, oda fut be. És ő oda akarná a nast, úgyhogy mondtam a gyerek mellé, nem biztos, hogy kéne. És egy nap alatt átkonfigurálta az agyában, hogy akkor ezt vigyük be a stúdióba, ott lesz megépítve a hálózat, de oda meg kevés ez a 2 AP, úgyhogy még rendeltünk falra valót, meg az anyám kínját, meg hálózatot tervezni, meg föl ilyen hatalmas nagy betonoszlopokra, ilyen vasbetonoszlopokra szerelj AP-t, amit ha nem jó helyre raksz, akkor így a betonoszlop mögötti rész az így elveszett, és most oda kell nyomtatni gyakorlatilag is ilyen konzolokat föl a mennyezetre, úgyhogy milyen jó, hogy találtam, mert ilyenekre jó dolog, hogy nem kell megtervezgetni. A másik felét hozzáterveztem, hogy a sarkán legyen, de legalább az elejével nem kellett szórakozni, úgyhogy megrendeltem a fehér PETG-t hozzá, és akkor majd most ki lesz nyomtatva a konzol is. Mondtam is neki, hogy de ha már ez így van, akkor ne legyen már itt csupaszon, kéne egy rekszekrény is. Ó, ő már látott, használta 40 ezerért a Marketplace-en. Na hát ott volt egy challenge, hogy miért nem a Marketplace-ről veszünk lekoszlott rekszekrényeket, úgyhogy még a rekszekrény nem volt drága. Esküszöm, egy ilyen 15 unit magas, az még egy 140 ezer forint. 140 ezer forint, meg még most vettünk még 24 portot, az még 700 euró, meg még kell 2 AP, az még 300 euró. Égnek az eurók. Hála Isten, nem az enyém. Úgyhogy nekem ez történt a héten. Na, rúgjuk be az ajtót. Rúgjuk be az ajtót, mint Zambó Krisztiána Sztár leszek, vagy Megasztár leszek, vagy minek a műsorában. És rögtön egy erős témával kéne kezdenünk szerintem. Fifika. A Krisztián is. Szexeljünk, és adok egy véppent. Mit szólsz hozzá? Veled véppen nélkül is, Charlie, bármit. Ja, Istenem! Ez jó volt. Erre nem számítottam. Figyelj, azért én éreztem azt a rezgést, ami kettőnk között van, mikor közös borbélyhoz megyünk. Az már majd felér egy pettingel, mikor ugyanazzal az ollóval vágják a szakállunkat. Tehát valami elindult. Szóval... Na jó, azért ilyen olcsón nem adom magam. Egy kis likvidért, mit szólsz? Oké, málna. Szóval van egy tanárnő Tennessee-ben, hát ex-tanárnő most már, mert hogy megtalálta a piaci rést, és tudta, hogy mi kell a diákoknak, és... Igazából azt mondta nekik, hogy gyerekek, hát hogyha esetleg valamit összetudnánk ketten, rakjuk össze, amink van, és akkor finoman fogalmaztam, cserébe kaptok tőlem eldobható elektromos cigarettákat. És tehát nem egy, nem kettő, 9. 9 diák. Ezt így finoman, zárójelben, így a sorok között olvasva
megjegyezném, hogy 9 diákot sikerült így megragadni. De mennyi idő alatt várjál? Mennyi idő alatt? Hát, na de mennyi idő alatt? Hát, igen, igazából tökéletes szerintem, hogy... 9 diák. Hát, hogy most 2500 slukkonként. Jó Istenem, 14 és 17 éves tanulók voltak. Egyébként. Mi történt a mai fiatalsággal egyébként? Mert én amennyire emlékszem az én időmben középiskolában, az összes középiskolai diák default irgalmatlanul kanos volt. Tehát ne, de tény, hogy nem egy bombázó a tanárnő így a fotók alapján, de hogy én azt gondolnám, hogy egy kanos kiskamasznak nem biztos, hogy éppen ellenszolgáltatást is kell adni. Ezért. De ezt nem tudom fölfogni, hogy is. Más hírekben más tanárnőknek megy véppen nélkül is ugyanez. Hát lehet, hogy azért kellett felajánlani véppen, mert csúnyább volt, vagy mit tudom is én, de hát a szépség relatív, tudjuk. De hogy... Nagyon erős szemüvege van, az biztos, az látszik. Ja, vizét lehet, hangyat lehet vele égetni a betonon, ha sütana. De hogy miért nyomták föl? Kaptak véppent, elvileg még szexeltek is. Olyan rossz volt ez? Hát én nem tudom. Mert még kicsi nem volt biztos, a város. Hogy fölnyomták. Ja, kicsi a város, pletykálgatnak, és aztán előbb-utóbb ezek kiderülnek, és eljut abba a fülbe, aki tovább vagy egy olyan fülbe, aki nem érti meg a szépségét ennek a modőben. A romantikáját nem érzi át. Én ezt továbbra se értem azért, hogy hogyan lehet, ezek már azért mondjuk nem olyan kis gyerekek egyrészt. Másrészt meg hogyan lehet arra kényszeríteni még véppennel is, hogy jelentsen az bármit is. Hát most mondta pont Krisztián, tehát mikor mi fiatalok voltunk, azért nem kellett volna annyira kényszeríteni, tehát mindig voltak azok a jön a matek tanci, és oda néz, de jó segge van. Tehát nem, ez volt. Ez mindig a matek órán, majd kiestünk a padból. Várjál, ő nem is tanárnő, hello. Várjál, már bezártam. Nem tanárnő. Ő nem tanárnő volt, hanem itt írják, hogy nem is a kerület alkalmazottja, meg nem is tanárnő, hanem az iskolának a booster klubjába volt érintett, mert volt egy gyereke, aki átiratkozott abba az iskolába. Nem teljesen derül ki nekem, hogy mit keveresett ott abba az iskolai klubba. Minden esetre kitiltották az iskolai eseményekről és az iskola területéről. De hogy nem tanárnő volt. Ó, igen, igen. Akkor csak a izénre lehet rágerjedni, hogy a szomszéd Steven anyja. Stifler mamája. Stifler, ez a valóságban Stifler. Látjátok, hogy ez a kurva eldobható cigaretta mikre képes. Csak a baj. Hihetetlen. Hát ez kemény. Lehet, hogy ez épp öreg ez ennyire. Nem tudom. Hát vagy ott is úgy voltak vele, hogy megkóstoljuk, hát ha más íze van, de nem tudunk venni, mert 18 alatt vagyunk, majd a Stevennek az anyja, vagy a Stiflernek a mamája. Na. Stifler mamája majd elintézi. Mert hogy ugye, hogy átkössünk a magyar helyzetre, pont mint az 5G-nél ugye a nanobotok támadnak és az agyrágó bogarak, most azt vizionálják, hogy január óta rosszabb lett az íze a cigarettának, képzeljétek el. És mindez összefüggésbe hozható azzal, hogy egyen csomagolásuk van. Úgyhogy panaszkodnak, hogy hát ugye ez a, nem láttam még ilyet, zöldes keki, vagy én a libafos zöldre tudnám ezt a Pantone színskálában fölrajzolni. Nagyon csúnya. Igen. Szóval, hogy nincs vizuális elem, maximum ezt úgy hívják, hogy a cigaretta manzsettáján, vigyázat. Még ezt se láttam, hogy most akkor ugrott a Marlboro betűtípus, vagy mi a túró, és Comic Sans-szal írják rá a menő. Szóval egy a kötelező, meg az állandó, mint a nyomor, az a,
az előső, hátsó 70%-os meg fogsz dögleni tüdőrákban elrettentő kép, és hogy többen jelezték például az Indexnek, hogy ezek az egységes külsejű cigarettáknak nem csak a csomagolása, hanem megváltozott az íz élménye is. Szürreális ezt mondani, hogy íz élmény a dohány terméknél, de hogy azt mondják, hogy több márkát is érint szerintük. A több nemzeti dohányboltot is megkérdezték, és mindenhol megerősítették, hogy rengeteg panasz érkezik hozzájuk, sok vevő elégedetlen a megszokott cigarettával, és azt mondja az egyik eladó, hogy olyan is volt, hogy visszavitték a bontott dobozt, hogy biztosan azért, mert egységes a doboz, rossz cigit adtak neki, és más kapott, mert hogy szar az íze. És voltak olyan reklamációk is, ahol inkább már azt mondták, hogy szokjon át egy másik márkára, hát ha az jobban ízlik, mint a régi kedvencük. Az a lényeg, hogy mindenki szerint hátrányára változott az ízélmény, de hát ez nem lehet gyakorlatban, tehát nem áll le mögött semmi valós tartalom. Megvizsgálták ezt, és egyébként azt mondják, hogy ez a vizuális elem, illetve hát annak a totális hiánya pszichésen gyakorol az emberre olyan hatást, hogy úgy érzi, hogy más az íze, mint a, mit tudom is én csak aranykanállal leszem a Danone joghurtot, mert azzal jönnek ki az ízek, és ha az alumínium kanál belemenne, akkor fú, azt nagyon érezném, meg a dobozos kóla, üveges kóla viszonylatban is állítólag vannak ilyenek, de az ausztrák... Barna meg a zöld üveges kőbányai. Mondjuk abban lehet valami... Csapolt Guinness dobozos Guinness. Abban lehet valami, ugye, mert a zöld az azért budjant, mert hogy nem szűrte az UV-fényt, és ezért a szarú pasztőrözött sör megromlott benne. Ez nem új keletű dolog. Állítólag a megkérdezettek 70%-a azt mondja, hogy gyengébb minőségű ez az egységes külsejű cigaretta. És képzeljétek el, állítólag a 70% 81%-a már pont ezért gondolta arra, hogy abba hagyja a füstölést. Még a végén kiderül, hogy tényleg van benne. Miért érzem én, hogy ez a cikk egy ordas nagy kamu? Gondolkozzunk már tényleg csak egy icipicit. Cigarettáról beszélünk, ami a dohányzás legalja. Tehát a dohányfogyasztás, inkább úgy mondom, a dohányfogyasztás legalja. Gyakorlatilag a szűrőn kívül nem nagyon tudsz olyan elemet mondani, amivel a mai előírásoknak megfelelően mondjuk teljesen más íze, tehát ezt én kurva nagy idézőjelbe. Igen, ez volt az ízélmény. Ízélmény tudnál adni a cigarettának, és én ebben a cikkben azt látom, hogy gyakorlatilag azt szerették volna bebizonyítani, hogy ennek van bármiféle jelentősége. Na de majd nézzük meg jövőre, tehát az egységes csomagolás bevezetése után a dohányfogyasztást Magyarországon, és azt fogjuk látni, hogy ez a kurva szar íze, a 70% azt mondta, hogy ez nem olyan, meg nem olyan finom, meg egész más íze van, és nem fog gyakorlatilag drasztikusan visszaesni a cigarettafogyasztás. Én azt nem értem, hogy itt azt írják, hogy mert bár 10 év alatt negyed éve visszaesett a legális cigarettaforgalom Magyarországon, becslések szerint még mindig 2,4 millió ember füstöl rendszeresen. Kurvára nem esett vissza. Nem esett vissza negyed éve. Én emlékszem 2015 előtti számokra, ami azért most már 7 évvel ezelőtt van, úgyhogy igaz, hogy nem 10 év, de akkor is az volt, hogy a felnőtt lakosság egyharmada még mindig rendszeresen dohányzik, ami ugyanez a 2,1 millió. Tehát hol és mikor esett Magyarországon vissza negyedével, 10 év alatt a legális cigarettaforgalom?
Tudod, mikor tehát ilyen számokkal nem van, tehát ha megnézed a szálas dohány fogyasztást, akkor valahol ott a trafik rendszer bevezetése környékén volt egy ilyen, az egyébként majdnem egyenes görbében volt egy ilyen kis akármi, de azt tudjuk be, hogy sokan elkezdtek sodorni, meg még akkor a fekete piac, a cigaretta fekete piac igen markáns volt. Várjál, mert keverem a szezont a fazonnal, mert ugye a megboldogult Nefinek a felmérései, azok ugye ez az önbevallásos alapon történő, hogy te milyen gyakran dohányzol, aminek alapvetően semmi köze nincsen ahhoz, hogy legálisan milyen a cigarettaforgalom. Úgyhogy ja, igen, attól, hogy a legális cigarettaforgalom visszaesik a negyedével, ami akár lehet is, de az nem jelenti azt, hogy kevesebb ember dohányzik. De nem esett vissza, tehát a forgalmi adatokat kell mindig nézni, én azt szoktam mondani, hogy jól kell olvasni a statisztikát, meg értő módon, és akkor nem fognak ilyen marhaságokkal. Ez pont olyan, mint a emlékeztek, amikor az undorító képek rákerültek a dobozokra, és mindenki el volt ájulva, hogy ó, majd mennyien nem fognak dohányozni. Na ezzel párhuzamosan megjelent a trafikokban mindenféle színes dobozok, amiben bele lehetett dugni a cigarettás dobozt, és akkor nem láttad az undorító képeket. Hát innen is még egyszer gratulálok mindenkinek, aki ezzel próbálja meg az embereket elterelni a dohányzásról, miközben egyébként meg az ártalomcsökkentő termékeket. Itt szeretném, Fifika, fölhívni a figyelmedet, hogy most jött el az idő, hogy egy multimateriál unitba beújítsunk, és nyomtassunk orvérzésig színes cigarettás dobozokat. Például. Még egy gyönyörűség van egyébként ebbe a cikkbe, a legalján van egy elképesztően ostoba poll. Azt néztétek? Persze. Ön szerint az egyendobozokkal változott a cigaretta ízélménye is? Lehetséges válaszok. Egyértelműen. B. Pontosan ugyanolyan a cigi, mint volt. C. Nem dohányzom, a dohányzás káros az egészségre. Ez hogy? Hogy ha valaki szerint egyértelműen változott a cigaretta ízélménye és dohányzik, akkor a dohányzás nem káros. Tehát, hogy ez így miért kellett oda a végére tenni? Mi van azokkal, akik nem dohányoznak, de leszarják, hogy a dohányzás káros az egészség? Mi? Azért szúrták oda Krisztián, hogy hát, ha valakinek leessék, most így nyomna az igenre, hogy ugyanolyan jó, mint volt, és meglátja, hogy aznak ez káros az egészségre. Leszokom azonnal. Ó, lehet, hogy itt a rejtett társadalmi üzenet. Oké. Hát ez pont olyan, mint hogy egy hónapja van bevezetve ez a csodálatos doboz. És egy hónap alatt már is, látjátok, milyen gyorsan megvan az első exit poll. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy ez pont olyan, mint a Fight Clubban a reklámok alatt bevillantott pöcs. Ja. Hát nem pöcsre gondoltam. Kóla is lehetett volna, de jó, legyen pöcs. Meg Fifika, biztos, hogy nem fognak átiratozni minket. Tuti. Nem is engednénk. Érted? De legyen már tartásunk. Olyan csillagesőt még nem láttam, mint ami ott lenne. Ja, Istenem. Kilőjük őket a DLB-ről. Mint a 20. Van egy nagyon jó cikk egyébként. Se hittem volna magamtól, hanem saját szememmel látom. Képzeljétek el, nemzetközi vonalon jelent meg a hír, vagy az írás, hogy a differenciált adóztatás lehet a jövő útja a dohányiparban. VG.hu-n megjelent ilyen betojtok. Tehát nem a növényi glicerin.hu-ról beszélünk, azért azt tegyük hozzá. Igen. És egyébként most is mondjuk el, hogy ha valaki ezt kimondja, hogy növényi glicerin, vagy tehát ez az angol szász nyelvterületről átvett egyszerű fordítása, növényi glicerin, nehogy azt higgyétek, mert én láttam már héten is valakitől ezt így leírva, hogy ebben minden növény és minden természetes, és ennél egészségesebb már tényleg csak az, hogyha a csomolunkma tetején szívod a levegőt. Nem, ez a növényi glicerin azért ez nem növényi glicerin, csak rajta ragadt a dolog.
igazándiból. Meg hát egy csomó olyan dolog van benne, ami nem növényi, hanem mesterségesen van előállítva. Példának okáért. Na de vissza a cikkhez. Ugye, amiről előző adásban beszéltünk, amin nem volt itt Mujó, volt itt Beka, volt itt EU-s szervezetek hadjárata a hülyeség ellen, és ugye most végre valahára le van írva valahol az, amiről mi is a beszédünket fogalmaztuk hétről hétre, hogy csak úgy lehetne bármilyen előrelépést elérni, hogyha hát legalábbis, hogyha az a cél, tehát hogyha az ártalomcsökkentés a cél, akkor ne az ízesítéseket tiltsuk meg, korlátozzuk, hanem próbáljuk meg differenciáltan adóztatni a jövedéki adóval sújtott termékeket, értsd cigaretta, elektromos cigaretta, HMB, snüsz, vagy tasak, vagy ki hogy ismeri, le van írva. Örülünk, Vincent. Te ezt végig olvastad, Charlie, egyébként? Igen. És nem tűnt fel, hogy ugyanezt javítottad a füstmentes.hu-n? Mert hogy szerinted a tiédet vették át? Hát nem, hát én tudom, hogy az enyémet vették én át. Én nem tudom, hogy a tiédet vették át. Én pont ezen gondolkoztam egyébként, hogy kit szólaltathattak meg, vagy ilyesmi, mert hogy ilyen gyanúsan. Gyanúsan a mi rugónkra jár ez a cikk. Nem, hogy a mi rugónkra jár, hanem hogy ez ugyanaz a cikk. Hát tulajdonképpen a saját kezem nyomát kéne föl. Nem, nem jó. Tehát, hogy ez tudod miért nem jó, és tudod miért köcsög dolog, és megtévesztő? Mert ott van a szerző, és nincs ott, hogy milyen forrás. Nincs forrás megjelölés. Tessék? Te előtt a szerző engem fölhívott. Hát az meg, értem, hogy téged a szerző fölhívott, de nincs kiírva a weboldalra. Erről beszélünk. Honnan tudod, hogy a Fifika nem mondta azt, hogy nem kell feltüntetni? Hát szerintem olyan butaságot csak nem mondana. De nem azt mondtam belinteni. Neki, hogy szabadon felhasználhatják a cikket. Csak én azon csodálkozom, hogy nem vetted észre. Hát miért nem veszem észre? Egyszer lektoráltad. Hát miért nem veszem észre? Mert én ott a központozást figyelem, a betűket figyelem, az elírást figyelem, a formázást figyelem, nem a szöveget. Én csak örülök neki. Beszéljünk róla, mert egyrészt Krisztiánt gyanítom, tehát én nem tudom, Krisztián miért rántották össze az inkót, de gyanítom, hogy a Bekával volt összefüggésbe. Úgyhogy előbb tegyük szerintem tisztába azt, hogy mi az a Beka egyáltalán, meg most miről is szavaztak. Beszélsz róla? Én beszéljek róla? Hát sokszor beszéltünk már róla, ez ugye a nagy európai rákterv, a Beating Cancer Plan-nek a rövidítése a Beka, és gyakorlatilag annak a hatalmas, sok mindenről szól, többek között a dohányzással kapcsolatos dolgokról is, és ezáltal az elektromos cigarettáról is, és a nagy okosságunkban a kis az Európai Bizottságnak az albizottság, aki kilett erre jelölve a rák visszaszorítása érdekében megszült olyan remek gondolatokat, mint az egységes adóztatás, illetve az ízesítések tiltása és egyéb ilyen őrületes szörnyűséget javasol a majd a TPD3 kapcsán, hogy az egész EU szintjén be legyen vezetve. Úgyhogy, nagy vonalakban egy a TPD-t, kettőt vizsgálták felül, meg mindenféle okosságot próbáltak kitalálni, hogy hogyan fogjuk még jobban visszaszorítani a dohányzással kapcsolatos rákos megbetegedéseket, meg a nem dohányzással kapcsolatos rákos megbetegedéseket, és ennek egyik szelete volt, ami a dohányzással és e kapcsán az elektromos cigarettával foglalkozott. Jól mondom, Fifika? Abszolút. Abszolút, de ugye ezt... Ők azért végighajtották ezt a tavalyi évben, meg előtte is már kezdődött konzultációban, kvázi ugyanúgy hozzá lehetett szólni, de szerintem ugyanúgy nem vették figyelembe a felhasználóknak az igényeit. Nem biztos, hogy is jó előgondolkodóik volt. Igen, jó előgondolkodóik. Nem kell meghallgatni senkit, ha jók az előgondolkodóik.
jó előgondolkodék voltak. Ami egyetlen egy pozitívum van a BEKA bizottság jelentésében, az az, hogy kimerték jelenteni, hogy egy, van ártalomcsökkentés, létezik ilyen dohányzással kapcsolatban. Ha emlékeztek rá, akkor ezek a sőt, a dohányzás fókuszponton a mai napig fönt van ez, a, ez az egyszerű kis mondat, hogy a dohányzásban nem létezik ártalomcsökkentés. Ami már csak annál is érdekesebb, mert a dohányzás fókuszpont anya emlője a az FCTC, WHO FCTC dohányzás visszaszorítási keret egyezménye is három dologban határozza meg a dohányzás visszaszorítását, három pillérben, amelyik egy, közül az egyik pillér az ártalomcsökkentés. Merész, merész gondolat. Tehát, hogy egyáltalán, és azt hiszem le is írták, hogy az elektromos cigaretta alkalmas lehet, természetesen szigorúan szabályzott körülmények között a leszoktatásra. Ez azért lássuk be, hogy mit tudom is én, 10-1 néhány év óta az első olyan mondat, ami kicsúszott a szájukból. Emlékeztek rá, hogy mit mondtak 10-valahány évvel ezelőtt? Sőt, még mi is tartottuk magunkat hozzá, hogy hát ez nem leszoktató eszköz. Mármint az e-cigaretta. Hát de milyen jogi szempontból tartottuk magunkat hozzá, mert onnantól kezdve, hogy azt mondod valamiről, hogy leszoktató eszköz, akkor azt alá kell támasztani. Egyfelől kell, hogy az adott országban legyen rá keretrendszer, aminek a keretén belül ezt bizonyítani tudod, és aztán iszonyat költséges módon bizonyítani kell. Meg attól is tartottunk ugye annak idején, hogyha erőltetjük ezt a leszoktató történetet, akkor elmegy a gyógyszer szabályozási irányba az egész, igen. Na és ugye a másik sarkalatos pontja, és szerintem ez az egyik illetve két aggasztó pontja van ennek az egész BEKA bizottsági jelentésnek, amit egyébként 15-én akartak megszavazni, aztán 16-áig tolták el, és hát ilyen jó nagy igennel szavazták meg, talán 10-1 néhány képviselő tartózkodott, vagy nemmel szavazott 16-án, és ugye az egyik az az ízesítés tiltás, tehát ezt még mindig nem értem, ezt a fiataloknak vonzó íz, tehát hogy az anyatejen kívül mit lehet még mondani, ami csak a fiataloknak vonzó íz? Hát a málna. Teljesen. A málna például, csak a fiataloknak, mintha az ízek így belennének osztályozva, hogy fiataloknak vonzó, középkorúaknak, időseknek, szépkorúaknak, nyugdíjasoknak. Krumpli az például nyugdíjasoknak vonzó íz. Ez abszolút, én is. Már be van keverve előre egy nagy krumpli likvidem, várom, hogy 60 legyek, mert az előtte nem tud ízleni, de ha betöltöm a 60-at, azonnal lepattintom a kupakot róla, mert akkor már tuti csak az fog ízleni. Vagy a nem tudom, az orosz kölni, a gyerekkorom orosz kölni illata, az lesz majd jó 60 évesen. Mindig a nagypapáknak voltak ezek a bivajerős, nem is orosz kölni volt, pitralom meg a barátai ezek a dolgok, hogy igen, majd ha én is nyugdíjas leszek, akkor tuti csak pitralom illatú likvidet fogok tudni szívni, mert egész egyszerűen más nem. Nem tudom egyébként pitralont lehet-e még kapni. Szerintem tuti, ahogy a reneszánszát éli a tiszacipő, meg ezek a retro dolgok, tuti, hogy a pitralomból is csináltak valami nagyon trendi holmit. Pitralon arc lesz, na nézzük csak. Őt van, oda néz. Ja nem. Pitralon Pure, 100 ml borotválkozás utáni arc lesz teszter férfiaknak. Piros címkés, fekete címkés, Pitralon Polár, Pitralon Zedern, hát figyelj, a Pitralon él és virul. És virul, abszolút. Egy ilyen kis nagyon letisztult csomagolása, és üveg, hát ez abszolút megy. Na jó. Már most kedvet kaptam egy Pitralon rendelésre. A másik az pedig a differenciálatlan adóztatás, tehát hogy
hogy az adóztatás, vagy az adózás mértékénél nem vesszük figyelembe az árt, vagy a kártételt, az adott termékkör kártételét. És nem tudom, miért gondolja azt a cikkírót, tehát hogy miért ezt emelte ki, a bekaphatjuk helyett a differenciált adóztatás lehet a jövő útja a dohányiparban. Majom. Címet, de ja, tehát, hogy nem gondolnám, hogy ez lenne a dohányipar jövője. A dohányipar jövője az, hogy lecseréli a hagyományos cigarettát ártalomcsökkentő termékekre. Más, nem is más a dohányipar jövője, igen, inkább a dohánytermékek adóztatásának a jövője, vagy valami, igen, mert így se füle, se farka. Úgyhogy igen, tehát na és akkor konkrétan mi volt a kis gyűlésen? Nem volt közvetlen köze a BK-hoz, tehát ugye alapszabályban van, hogy évente legalább 4-szer összeül a felügyelő bizottság, és ezért mi ennél általában többször szoktunk összeülni, most egy kicsit lazítjuk a frekvenciát. De hogy ez a szokásos néhány hónapos felügyelőbizottsági gyűlés volt, jóváhagyni a korábbi dolgokat, meghallgatni a vezetőségi beszámolókat, meg mindenféle ilyen szuper izgalmas dolgok, és természetesen a BK is, így hogy élesedik a BK is, és ugye még decemberben beszélgettünk róla, hogy kezdjem el szondázni az inkót, hogy van-e valami terv arra, hogy mi a fenét fogunk ezzel a TPD3-mal és a BK-val kezdeni, és akkor megírtam nekik a két lépcsős elképzelés, hogy mit is lehetne csinálni, és akkor most jutott el oda igazából az inkó, hogy akkor adtak nekem egy ilyen felszólalási szekciót, hogy meséljem el, hogy mégis mi van, mert ugye nemzetközi a felügyelőbizottság vannak itt Afrikából, meg minden egyéb helyekről, ahol nem annyira vannak például képbe, hogy működnek ezek a dolgok Európába, úgyhogy akkor így szépen elmondtam nekik az elképzeléseket. Ugye amiről beszéltünk, hogy ami annak idején volt a TPD2-nél, hogy eredetileg az Európai Bizottság azt az EU-s törvényjavaslatot nyújtotta be, ami szerint az elektromos cigarettát gyógyszerészeti szabályozás alá helyezték volna, ami nagyon rossz lett volna mindenkinek, és ezt sikerült annak idején abszolút elsüllyeszteni azzal, hogy főként az angol vépereknek köszönhetően masszívan elkezdtek írni az Európa Parlamenti képviselőiknek a saját személyes történeteikkel, fölhívta a figyelmet, hogy ez a törvényjavaslat fog eléjük kerülni, és hogy legyenek szívesek, ne szavazzák meg, mert ez egy őrült nagy baromság, ez egy nem egy gyógyszertermék, stb. És hogy nekik is mennyi minden segített, és ez egy akkora elsőprő sikere lett ennek az egész történetnek, hogy végül az Európa Parlament szépen leszavazta a gyógyszerészeti szabályozást, és akkor így lett egy másik verzió egy olyan kiegészítéssel megszavazva, ami meg dohánytermékként szabályozza az egész holmit. Úgyhogy az első elképzelés, hogy hát, ha de ugye úgy Brexit van, úgyhogy nem tudom. És nagyon sok európai véper az Egyesült Királyságban van, és innentől kezdve, hogy Brexit van, már nem nyom az EU szempontjából latba a véleményük, úgyhogy egy kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyságon kívüli maradék Európai Unió e-cigaretta használóit lehetne annyira megmocorogtatni és megmotiválni, hogy még egyszer egy ilyen sikertörténetet összehozzunk, mert ez azt jelenteni, hogy akkor lehetne szépen mindenféle módosító indítványokat tenni az eredeti törvényjavaslat mellé, ami akár a differenciált adózást figyelembe vehetné, megpróbálhatná visszaszorítani a tendenciát az ízesítések tilalmára, stb. Tehát ez egy lehetséges útvonal, még mielőtt egyáltalán az Európa Parlament elé kerül ez az egész, és megszavaznák, mint törvényt. Ez volt az egyik, amiről beszéltünk, a másik meg az, hogyha ez esetleg átmegy úgy, ahogy van, és innentől kezdve jön a TPD3, ami magába foglalná kőbevésné igazából az egységes adóztatást, meg a
meg az ízesítések tilalmát, akkor ugye még mindig ott van az európai polgári kezdeményezés, mint lehetőség, de ahhoz meg kell várni, hogy valami konkrétumot lehessen támadni, tehát ahhoz azzal meg kell várni az Európa Parlamenti szavazás eredményét, és akkor arra lehet reflektálni, ami, hogyha valaki nem emlékezne rá, már csináltunk egy ilyet annak idején, 2015-16 környékén, és akkor abszolút nulla anyagi támogatással tényleg abszolút csak így véperek nekiálltak, és elkezdtek szervezkedni, és hirtolni, aztán később természetesen azért becsatlakoztak az akkor még létező e-cigarettaboltok, nemzetközi szinten nagyon sokat segítettek az angol boltok, francia boltok, gyűjtötték az aláírást, és akkor így körülbelül 11 hónap alatt sikerült majdnem 200 ezer aláírást összehoznunk, de hogy tényleg abszolút semmiféle szervezettség nem volt a dolog mögött, semmiféle büdzséje nem volt, semmi ilyesmi, így összesikerült hozni majdnem 200 ezer aláírást. Azóta azért szerencsére, hogyha más nem, ha túl sok minden az elektromos cigaretta kapcsán nem javult az Európa Unió, az Európai Unióba, az legalább igen, hogy azóta azért az elektromos cigaretta fogyasztói érdekképviselet lényegesen szervezettebb lett, összefogottabb lett, vannak bejegyzett civil szervezetek, akik kommunikálnak egymással, egy-kettőnek még támogatói is vannak. Tehát most azért egészen más a helyzet ebben a tekintetben, úgyhogy akár elképzelhető, hogy sikerülne egy ilyesmit csinálni, de minden esetre, hogyha az Európa Parlamenten átmenne abban a formában, ahogy átmegy, akkor még mindig itt van a lehetőség, hogy egy európai polgári kezdeményezéssel megtámadjuk az egészet, ami még mindig nem garancia semmire, természetesen, mert irgalmatlanul nehéz összeszedni. 1,2 millió aláírást, hogy meglegyen az 1 millió valid, hitelesített aláírás egy év alatt, plusz a végén még mindig mondhatja azt az Európai Bizottság, hogy nagyon gratulálunk, nagyon köszönjük szépen, de mi inkább most úgy döntünk, hogy mégsem foglalkozunk ezzel. De hát nyilván ez egy olyan lehetőség, amit ha oda jutunk, akkor még ki lehet meríteni. Úgyhogy gyakorlatilag erről beszéltünk, dobáltak be néhány ötletet az emberkék, hogy kikkel kellene meg fölvenni a kapcsolatot, hogy így előre puhatolózni, hogy kinek más szervezeteknek milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban, összehangolni az elképzeléseket, ilyesmi ez indult el, illetve a vezetőségnek fölhatalmazást adtunk arra, hogy ebbe az irányba elkezdje a puhatolózást, meg a kapcsolatkeresést más szervezetekkel is. Úgyhogy nagyjából ennyi volt. Na hát ezek azért jó hírek. Már egyáltalán foglalkozni fogunk ezzel az egésszel, meg lesz alkalom felemelni a fenekünket a fotel puha magányából. Ja. Nekem nagyon fáj, sok minden miatt fáj a Brexit, de emiatt azt nem végképp nagyon fáj a Brexit, hogy így ki lett fogva azért egy hatalmas adag gőzlérszél a vitorlából az EU felé, de hát meglátjuk, mi lesz. De természetesen a legeslegjobb az lenne, hogyha valahogy elébe tudnánk menni, és az Európa Parlamenti képviselőket meggyőzve. Nagyon jó felszólalások voltak ott annak idején az EP-be, amikor a TPD2 szavazás volt, és elmondhatták ott a nagy plénum előtt, hogy már pedig miért butaság, hogy butaság ez az egész, amit csinálni akarnak. Úgyhogy igen, igazából az lenne a legjobb, hogyha csirájából tudnánk még az Európa Parlamenti fázisban elfolytani ezt az egész ürületet. De hát meglátjuk, mi lesz. Mozizzunk. Nosza. Jó, ha nem mondjátok, akkor én mondom, elkezdtem a következő évadát a űrhadosztály, mondjad már, Space Force. Space Force, igen. Meglepődtek sokan, hogy folytatódik, mert hogy nem volt jó a visszajelzés, úgyhogy kicsit átdolgozták magát az alapkoncepciót is, nem lesz annyira hosszú és bonyolult a cselekményszál, tehát, hogy így nem lesz ez az egész évadon átívelő, nagyon komoly gondolatmenet, hanem jól elkülöníthető blokkok lesznek, rövidebb lett, tehát ilyen 20 pár perces epizódokkal, aztán majd meglátjuk, hogy hova fut ki. Jó pofa volt nekem, tetszett az első 3-4 részig jutottam. Nekem is.
Én az első részt néztem még csak, de az teljesen, teljesen rendben volt egyébként. Úgyhogy tetszett. Én befejeztem a The Legend of Vox Machinát az Amazonról, ami ugye a Critical Role-nak a Dungeons and Dragons-es animációs sorozata befejeződött, úgyhogy ha valaki netán arra várt eddig, hogy kompletten meg tudja nézni, az most már megteheti és megnézheti. Szerintem is zseniálisan jó volt, elképesztően klassz. Én nagyon élveztem. Ha már sorozat folytatás, évad folytatás, akkor elindult új epizódokkal a Snowpiercernek az új évadja. Most már talán a harmadik évad. És eléggé klassz ez is. Azt nézegetem, hogy jó pofa. Illetőleg az ünnepek körülötti szünet után visszajött az évadközi szünetről a Walking Dead, és gőzerővel elkezdték nyomni azt az utolsó néhány epizódot, talán 6-7 epizódban már hátra, mielőtt véggel, tokkal vonóval lezárják magát a The Walking Dead sorozatot. Úgyhogy izgalmas az epizód, ami kijött, nem akarom spoilerezni. Én szerintem ezeket néztem, más most nem volt. Én csak az űrhadosztályt néztem, illetve a Snowpiercer az nálam is listán van, csak még nem jutottam el odáig. És hát folyamatosan nézem a Farkas gyermekeit, mert szerintem az egyre erősebb lesz az. Na, az nálam tartaléklistás, nem tudok eljutni odáig, hogy azt is nézzem, de egyszer, ha elfogynak a dolgok, akkor azt is folytatni fogom. Egyre erősebb lesz az a sorozat. És hát, ha néha fölkerül egy Blacklist rész, akkor azt megnézem, de most már nem tudom követni, hogy milyen időközönként jönnek ezek, vagy hogy. Hát ott is pont ilyen évadközi szünet van. Nem nagy, talán. Jaj, hát nem csak az. Azt hiszem, hogy február végén fog az is folytatódni, meg most kezdett el folytatódni a Discovery, ott is évadközi szünet volt, úgyhogy már két epizód kijött a Discovery-nek a folytatásával. Ott is már óriási nagy izgalmak és feszültségek és bonyodalmak vannak. Ezt se akarom spoilerezni, de van ott minden. És hát ne felejtsük el, hogy mindjárt itt van március, és jön az HBO Max. Ha valakinek még nem volt elég a streamer platformokból. Mi legyen, menjünk periszkóp magasságba? Vagy húzzuk be a tetőt? Hogy hívják azt hivatalosan? Csapóajtó. Biztos van valami. Csapóajtó zsidiknak. Kérjük az internet segítségét. Azt mondja, hogy... Fedél. Valamilyen fedél. Submarine door name. Must the spinning wheel handle thing hold on a never shook. Hedge. Hedge-nek hívják. Nyílás. Hát nem tudom, mi a magyar szakszó rá. Nem túl sok. Jó, nem túl sok megint meg kell néznünk egy-két ilyet, hogy vadászat a Vörös Októberre, vagy valami hasonló, és akkor hát abba kinyögik. Abba tuti van szakdarban. Hívjuk csapóajtónak, mert tényleg a kurva nagy hangja, bum, mikor lecsapják. Tehát akkor most csapóajtót nyitunk, és fölmegyünk, vagy zárunk, és lemegyünk. Eddig voltunk fönn adásmagasságban. Szedd össze magad. Krisztián, ne tévezd el, ott csak a rádiós bóját kell fölengednünk, az körülbelül 70 méter mélységben. Mi már tudunk adni. Jó, igaz, de általában eddig alámerültünk ilyen korábban. Oké, akkor csapóajtót le. Jó lenne az a hang, tudod, mikor a retez zár. Majd keresek olyan. Az tényleg. És akkor, nem tudom, héten Krisztián legyen a kormányos. Elvisz minket olyan helyekre, hogy sose láttunk még olyat. Mindegy, megmutatjuk. Szelepet cserélek bárki. De jó, hogy a tenger alattjáról nincsen gumiabroncs. Jó van akkor. Jövő héten találkozunk. Adás végén mi addig nem fogjuk elengedni Krisztiánt, amíg meg nem mondja, hogy mikor.
és addig is kitartást kívánunk mindenkinek, aki nem fért fel a legénységgel a hajóra. Egy élmény volt, szevasz! Egy élmény volt, sziasztok! Guten Bislát, köszi, sziasztok!